Na srácok, eljött ez a pillanat, hogy hozzá kell nyúlnunk a motorhoz is. Ugye, ahogy említettük, szeretnénk ugye kicserélni a motort egy nagyobbra. Lada motor fog belemenni, de valószínűleg egy hét zsugor, majd kiderül. Viszont mikor elkezdtük ugye bontani, rájöttünk, hogy ez egy korai autó, és ugye van egy ilyen legenda, ugye ez a Fiat motoros Lada, ami ugye annyi a sztoria, ugye, hogy ez egy Fiat volt, már ugye onnan vették a licenszt. Ugye 66-ban kezdték el gyártani, ugye 70-ben vették át az oroszok, és ugye az egész gyártósort vették meg, és egy-két alkatrész ugye még megmaradt onnan, abból az időből. Ugye annyi az ő különbség, hogy az ő motorjuk egy oldalvezérelt volt, miénk pedig egy felülvezérelt, nehogy az oroszoké. És esetleg még annyit lehet tudni erről, hogy mint ahogy majd el fogom sorolni, hogy milyen különbségek vannak. Ugye az egyik ilyen nagyobb dolog, amit ugye a gyártósorról átvettek, és azért is terjedt el ez a legenda, mert a csavarnak az ömítő szerszámát is átvették, és ugye az még Fiat volt, benne is volt a Fiat jel, és ezért is vannak a csavarokba beleütve, hogy Fiat. Ugye pár darab különbség van, ahogy említettem, ilyen például a csavarok, a koraiban volt megtalálható ez a Fiat csavar, amit ugye említettem, később már ugye átálltak a saját csavarra. Ezen kívül még különbség, hogy például a gyújtás állításon be lehet állítani még az oktánszámot, az olaj betöltő magasabban van valamennyivel, mint a utána következőkön. Nem oldalt van a motorkót, hanem elől, beleütve. Ami még különbség, ugye a vízbecsatlakozás, ugye ezen a motoron még elő van, később pedig ugye már oldalt a kipufogónál történt ugye ez a dolog. Hát srácok, eddig tartott azok a felvételek, amik megmaradtak. Igen, jól halljátok, igazából sikerült elveszteni az összes Rácsi Zsiguli második résznek a felvételét. Ezért is vártunk eddig ezzel a videóval, mert próbáltunk bízni az égiekben, hogy hát ha valahonnan, illetve valamelyik memóriakártyáról előkerül, illetve sikerül kinyerni a nyers fájlokat. Na hát ez nem történt meg. Úgyhogy sajnos ennyi felvételünk van, ezen a videó további részében
ott egy kicsit ilyen mesélősebb sztoriba lesz. Szerencsére a médiának, illetve annak, ahogy ugye mi úgy alkotjuk a csapatot, hárman vagyunk ebben hivatalosan, ugye vagyok én, aki vagyok. Van Samu a fényezőnk, ő Debrecenbe ténykedik, illetve van még Zolika, ő pedig Pesten van, és hétvégente jár haza, ugye munkából adódóan, ugye mi nem ebből élünk most egyenlőre még, úgyhogy ennek köszönhető viszont az, hogy elég sok képet küldünk egymásnak éppen a munkafolyamatokról, így fennmaradt nagyon sok dokumentáció, úgymond dokumentáció, hát majd kiminek vívja. Úgyhogy amíg ezt feldolgozzátok, én megyek főzök egy kávét, utána pedig egy ilyen kis mesélősbe és diavetítősbe el is mondom, hogy mi volt igazából a Zsigulival, mi történt még vele, és a munkafolyamatokról is megpróbálok egy kicsit részletesebben beszélni. Úgyhogy aki nem annyira szereti az ilyen beszélős részeket, hanem inkább csak ahol történik valami, az most némítsa le a videót, tegye be a kedvenc zenéjét, és élvezze a képeket. Egy pillanat. Rácsi Zsiguli. Na, hát több mint egy év eltelt azóta, mikor ezek a felvételek mentek. A videó végét valószínűleg a tavalyi Debrecen Drive-on készült vágókkal fogjuk zárni. Úgyhogy megpróbálom addig elmondani, hogy mit csináltunk, illetve hogy mi történt ezzel a kis autókával. Aztán a képeket majd vagy teljes képben, vagy ide mellém, vagy ahova fér majd ezt a vágó fiúcskánk eldönti, hogy hogy lesz ez megoldva. Na menjünk szépen sorba. Ugye alapvetően az volt az elképzelésünk, hogy ugye kivesszük a motort, és egy működőt teszünk a helyére. Na most, hogyha már kivettük a motort, akkor valamint már kezdjünk azzal a motortérrel. Ugye próbáltunk egy olyan stílus irányzatot felmutatni, ugye ez a KGST Pipespeak-ként szoktuk ezt mi hívni, hogy mi ez a Zsiguli. Na, ezt próbáljuk vegyíteni egy ilyen sókáros kinézettel. És mivel ez a sókáros kinézethez elég sok minden olyan stílus elem van, ami egy versenyautóhoz annyira nem illik, de hát majd megnézzük összhatásban milyen lesz. Úgyhogy elsőként ugye kivettük a motort, annak a helyére pénz és idő hiány miatt főként, ugye nem azt a motor fogjuk felújítani, meg az be is van állva, meg annak minden kínja van, úgyhogy annak a helyére jön egy zsugor motor. Igen. Na most, hogy legyen hova tenni azt a motort, ezért előkészítettük a helyét. Na most ezt nem úgy kell elképzelni, hogy csak így csinálunk egy clear motor teret, a szevasz, hanem tényleg próbáltunk egy olyan clear motor teret úgy lefalazni mindent, amit nem igazán szoktunk látni ilyen rendezvényeken, illetve képeken, úgyhogy egy attól is durvábbat. Úgyhogy tényleg itt a fake munkahengerektől kezdve mindent lefalasztunk az utolsó kis furatig, átvezetőig, amit csak lehetett, meg amit tényleg tudtuk, hogy nem fog kelleni. Hát szerencsére nem volt nagyon szétrohadva az autó, úgyhogy elég könnyen lehetett a lakatolással haladni. Erről itt láthattok képeket, hogy hogyan jutottunk egyről a kettőre, úgymond. Aztán a lakatolással én körülbelül egy másfél hetet szívtam. Nem vagyok lakatos, és próbálom úgy megcsinálni a dolgokat, hogy a fényezőknek minden kevesebbet kelljen utánam dolgoznia. Úgyhogy ezért is volt kicsit időigényesebb, nem csak ez a felrakom körbevarró sportszelet feelinget próbáltuk, hanem ugye itt előtte már a Zsukkon, meg azelőtt is lakatolgattam én autókat. Zsukkon elég sokat tanultam, meg ugye a Simon Coachers-vel mi elég jó kapcsolatban vagyunk, illetve elég sokat járunk oda, úgyhogy mondhatnám azt, hogy Marci cimborámtól nagyon sok mindent tanultam, meg nagyon sok kis fortét el lehet ebből lesni.
Nem olyan bonyolult, ez az igazából a lemezillesztése sztori, csak nagyon sok időt igényel. Ezt mondhatnám így is. Ugye az új motor mellé, ami egy zsugor lesz valószínűleg, a mellé ugye egy teljesen új hűtőrendszert próbálunk csinálni. Bekerültek az új hűtőnek a felfogatási fülei, illetve felfogatási pontjai is. Ez egy BMW E36-nak a hűtője. Ugye azért esett erre a választásunk, mert ennek beépített kiegyenlítő tartálya van a hűtőben, úgyhogy azt sem kell külön elhelyezni a motortérbe, úgyhogy ebből egy tök kis szolíd motorteret össze tudunk úgy hozni, hogy tényleg, hogyha benéz az ember, akkor ilyen nagyon kevés dolognak fog tűnni. Ahhoz, hogy a motorteret, hogyha már kifényezzük szépre, akkor már úgy gondoltuk, hogy belsejét, illetve a csomagteret is kifújjuk az autónak a színére. Próbáltuk, hogy a fényezőnek minél kevesebbet kelljen tényleg, hogy Samu ne szidjon minket. Ezért előkészíteni a belsejét is valamilyen szinten. Elkezdtük drótkorongozni, illetve ugye aki már csinált zsiguli felújítást, annak tudja, hogy a belseje az ilyen bitumenes, valamis ilyen szigetelővel rezgés csillapító lapok vannak oda így lerakva. Hát ezt, aki próbálta már kivakarni, az tudja, hogy ez nem egy túl egyszerű folyamat. Rengeteg higgító, rengeteg drótkorong, spakli, felégetés és idő, meg szenvedés az ára, hogy azonnan kijöjjön. Utána azt láttuk a legjobbnak, nem volt egyáltalán vészes a padlólemez, majd ezt fogjátok látni későbbi képeken, mert kihomokszórattuk. Ugye a rozsdát leginkább úgy tudjátok eltávolítani egy ilyen régi autónál, hogy homokszórással, és azzal tényleg kijön a legapróbb zegekből, zugokból. Na most itt a homokszórásnál volt egy kis problémánk, vagyis nem is probléma, már így visszaemlékezve, hanem akik csinálták nekünk a zsukkot, homokszórást, azt egy másik videóban láthatjátok, nekik ekkor nem igazán ment a kompresszoruk. Na most lóhálálával próbáltunk keresni egy másik homokszórót, aki kisegít minket. Sikerült is, tőlünk nem messze rátkálni, nagyon aranyos, nagyon cuki párocska, igazából a feleségével lehet beszélni Facebookon, van nekik Facebook csoportjuk is. A leírásban leteszem a linkjét, ott lesz, hogy hol tudtok megnézni, hol tudjátok a munkáival kapcsolatba lépni, illetve homokszórásba is tudnak ugye segíteni, nyilván nekünk is ők szórták. Úgyhogy tényleg ők is felraktak akkor mindent, megértették, vagyis hát tetszett nekik nagyon a projekt, én azt vettem észre. És a mi határidőnket ők úgy tudatosult bennük, hogy akkor ezt most meg kell csinálni. Úgyhogy valami egy nap alatt úgy, hogy felhívtam, és körülbelül másnap estére már kész is volt a szórás. És úgy, hogy nem állt üresen, hanem tényleg kitolták a műhelyből, vagyis hát a garázsból éppen ami ott volt szórni. Úgyhogy ezt ezúttal is nagyon köszönöm nekik, mindenkinek csak ajánlani tudom őket. És emellett egy nagyon korrekt árat adtak, tényleg olyan korrektet, hogy leültünk a földre, amikor megmondták, hogy csak ennyibe kerül a dolog. Úgyhogy bátran tudom őket ajánlani, akár egész autós homokszórást is vállalnak. Mondom, a leírásban ott van a Facebook csoportjuknak a linke, ott nyugodtan kapcsolatba lehet velük állni, sőt szerintem ott még a posztok között a zsiguliról is vannak képek egyébként, úgyhogy érdemes felkeresni. Homokszórás után leszállítottuk az autót, és nem, még előtte, ugye már akkor terve volt ez a bivajna diffúzor, amit majd a zsiguli harmadik részében fogtok látni. Hátulján kellett ugye ennek alakítani a zsigulinak, az nincsen felvéve, nem, mármint az harmadik részben nem lesz benne, mert az fényezés előtt, hát nyilván, tehát megcsinálva. Na most az úgy, majd ide néhány képet megpróbálok keríteni arról, hogy hogy van. Igazából a hátfal az fel lett vágva a hátsó sárvédő felfogatásának a vonaláig. Na most ez egy gyári zsiguli mellett látszik legjobban, hogy mennyire lett az a hátfal felvágva.
illetve a padlólemezt végigvágtuk belül, és szögbe fel lett állítva, ugye ezáltal is a diffundáló levegőnek az útját megteremtve, hogy ilyen szépen fogalmazzak. Úgyhogy ott a hátfalon is, meg a padlólemezen is ezzel lett módosítva. A végpontban én úgy emlékszem, hogy 12-3 centivel lett magasabb a padlólemez. Szóval így szögbe. Na ezek után ki lett homokszorva az autó. Meglettek csinálva a lakatos munkák. Éppen itt volt az ideje, hogy elvigyük a fényezőnkhöz a kocsit. Elvittük ugye Samuhoz, leszállítottam az autót. Tök jól nézett ki az alap. Viszont annyira mélysebb volt, mert ugye ez a nagyon pici hepe-hupa egyenletlenségek azért meglátszik az autónak a padlólemezén. Na most itt az volt a fő probléma, vagyis hát ez nem probléma, hanem ugye a versenyautóknak sajátossága, hogy nincsen benne kárpit. Na hát ebbe se terveztünk, hogy eltakarja a padlólemezt, úgyhogy ezt mindenképpen úgy szerettük volna megcsinálni, hogy azt szépen mutassam. Samu körülbelül egy hétig gittelte és csiszolta a kocsit, mire az olyan állapotba került, hogy arra fel lehetett vinni a színt. Nem akarok hazudni, de valamilyen 10 kg-ok repültek bele ilyen fújható gitből, spritzgitből, meg a motortérbe is azért kellett bőven kenni, meg ott még volt egy-két utólagos heggesztés, amit én elfelejtettem, azt meg kellett csinálni. Az ilyen motorháztető lefogatásnak, meg ilyen hasonló dolgok, ami akkor ott nem jutott eszembe itthon. Úgyhogy én minden tiszteletem egyébként a fényezőké. Egy az, hogy a nagyon ügyes kezük, mert tényleg a legapróbb hullámot megérzik ezekbe a gittelésekbe. A másik az, hogy azt a munkát én biztos, hogy nem végezném, amit ők, szóval azt a port, meg azt a retket, meg azt a embertelen meleget, amiben ők dolgoznak, meg amilyen veszélyes kémiai anyagokkal, hát az egy nagyon veszélyes szakma, és egy nagyon szép szakma egyébként, mert tényleg, hogyha a végeredményt nézzük, akkor nagyon durva, amiket ki tudnak hozni, meg igazából ugye, ha megnéztek egy autót, vagy bármilyen sókárt, vagy bármit, akkor egyből a fényezés fogja megadni azt, hogy ösztökúrul milyen kocsi. Úgyhogy Samu tényleg, hát úgy mondta, hogy egy nappal át éve, én is azért lementem egyszer-kétszer segíteni neki, meg hát videózni, amik most nincsenek meg felvételek. Úgyhogy ő előkészítette az autót, aztán kaptunk rá, ugye nekünk szponzorációs kapcsolatban állunk a Maród Budapest céggel, ugye tőlük kapjuk a projektautóinkra a festéket, illetve a segédanyagokat. Bővebben, vagyis hát pontos, nem is bővebben, pontosabban a Maród Budapestnek a debreceni divíziójával vagyunk mi, puszi pajtások, mondhatnánk így is. Aztán sajnos az ott készült felvételek is nyilván elestek, de voltunk egy másik felvétel, mármint egy másik projektjükhöz csinálni néhány felvételt, az igazából megvan, ugyanígy néz ki egy festékkeverés, úgyhogy most ezek a felvételek mennek a háttérbe, vagy teljes képernyőn, ami nem a mi színünket fogják éppen kikeverni, de ugyanez volt a jelentősége, úgyhogy itt láthatjátok, hogy hogyan működik egy ilyen festékkeverés. Ez is egy tök jó szakma, meg nekem nagyon tetszett, hogy tényleg így mérlege bármilyen szint elő lehet állítani. Teljesen érdekes volt, ami a mi autónak a színét illeti. Nagyon sokáig egy mentás árnyalatot szerettünk volna, vagy valamilyen zöldes, ilyen nagyon világos zöldet. Na most, ahogy néztük a színkártyákat ott, és próbáltuk eldönteni, hogy akkor pontosan mi is legyen, meg mi legyen az, amire fújjuk az autót, valahogy ez a kora szín így előugrott a semmiből. Na most ebben mindketten, mármint Samu meg én voltam ott, mindketten azonnal szerelembe estünk, meg nem tudom, hogy tudjátok-e, de a tavalyi év, a 2019-nek a színe, ez a koralszín egyébként, amire a zsiguló van fújva, úgyhogy még mondhatnám azt is, hogy divatosak vagyunk, de nem. Úgyhogy nekünk nagyon tetszik ez a koralszín, meg tényleg ez pont egy olyan árnyalat, ami itt bent a műhelyben ilyen
rózsaszínes, narancssárgás színű, viszont kinn napfényben gyönyörű szép. Úgyhogy természetesen mattot használtunk, nem fényeset. Aki látta élőben, az szerintem el tudja képzelni, vagyis hát jobban, mert ezek tényleg, ezek a videók meg képek nem adják át a színét, azt élőbe kell majd egyszer megnézni a Zsigulit. Valószínűleg most ősszel ugye kiállításra kerül AMTS-en legkésőbb, de ha a korona is úgy akarja, akkor a idei Debrecen Drive-on már látható lesz a kocsi. Hát nagyon reméljük, hogy meg tudjuk tartani azt a rendezvényt. Ugye második turin találkozunk, ugye ott lenne megtartva. Mi szurkolunk, meg a Debrecen Drive-nak a többi szervezője is úgy van vele, hogy nyomják ezerre, tényleg. Szóval mi még most úgy vagyunk, hogy ez megtartható lesz. Aztán majd a kormány lehet, hogy beleszól, de egyenlőre mi pozitívak vagyunk. Amíg mi az autónak a belsejével, illetve annak fényezésével ténykedtünk, addig egy nagyon jó barátom vette kezelésbe a kárpitokat, vagyis hát azt az egy darab ülést, ami ebbe az autóban van. Erről az ülésről azt kell tudni, hogy ez egy Kessjár kagyló, ez egy Kessjár Attila autóversenyzőnek az egyik rokona, meg nem mondom most hirtelen ki, nem akarok hülyeséget, illetve valótlant állítani. Neki egy rokona foglalkozott üvegszálazással, ugye főleg Skodákra gyártottak karosszéri elemeket, spoilereket, minden ilyen légterelő cirszart, illetve ugye kagylóüléseket is. Na most ebből nem túl sok darab készült ebből a Kessjár kagylóból. Ez egy üvegszálas és csővázas kagylóülés. A szétbontásról is le voltak felvételek, úgyhogy ott láthattátok volna a belsejét, hogy hogy nézett ki ennek az egésznek. De alapvetően nem volt már ez egy jó állapotban, hát ugye nem egy mai, ez is 80-as évek, 70-es évek vége, 80-as évek eleje. Valahogy ahogy készülhetett, szerintem évjáratot, illetve évszámot nem találtunk beleütve. Ez a nagyon jó barátom, akiről beszéltem, az nem más, mint a méltán egyik leghíresebb, vagyis a legsikeresebb tuning autót birtokló Bara Laci. Úgyhogy Bara Kárti csinálta nekünk az ülést bele. A szövet annyi volt ugye még akkor a kérésünk, hogy ugye egy zöldhöz nagyjából passzoló színbe bőr, illetve egy kockás szövet belső legyen. Na most a zöldhöz választott egy ilyen világos szürke színt az ülések szélére, ami egyébként későbbiekben ez a korallszínűhöz is tök jól megy, úgyhogy abszolút nem bántuk meg a dolgot. A belseje az pedig egy kettes Golf GTI-nek a gyári kártitja, hogyha jól emlékszem, de ez majd a Volkswagen-esek jobban kiegészítenek, hogy melyik Golfban volt ilyen szövet. Úgyhogy ez annak az ülés közepe, ugye abból a kockás szövetből lett megcsinálva. Kurva jól néz ki. Azért szerintem, hogyha látta volna annó, hogy az öreg Kessjár, hogy ilyen ülés lehet csinálni az övéből, nem csak ebből a zsákszövetből, meg plüssanyagból lehet megvarni ezeket, akkor szerintem ő is ilyenre csinálta volna gyárilag. Szépen elhelyezett rajta, ugye saváló márkajelzés, mind ugye a miénket, a körlogót, mind ugye az övét. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm neki is ezúton is a segítkezést, illetve a szponzorációt, hogy egy ilyen projektbe beszállt. Természetesen az ő honlapját, illetve elérhetőségét is lerakjuk a leírásba, úgyhogy mindenképpen ott lehet keresni őt ilyen kárpitos munkákkal, mert nagyon ügyesen és nagyon gyorsan dolgozik. Emellett pedig egy végtelen jó szív, csupa szív ember, úgyhogy a vele való társalgás is egy élmény, én úgy gondolom. Az üléseket visszakapva, meg ugye hazaszállítottuk az autót ide a fényezés után, aztán elkezdtük összerakni, úgyhogy nagyjából mutasson. Sajnos ekkor már csak néhány nap volt Debrecen Drive-ig, úgyhogy tudtuk, hogy teljesen olyan mértékben nem fog összeállni az autó, ahogyan mi szeretnénk. Próbáltuk azt, hogyha tényleg valahova kirakjuk azt a kocsit, akkor azért mutasson az autó. Igen, közben sikerült a motort megszerezni, elég leharcolt állapotban volt,
Közben sikerült megszerezni a motort, eléggé leharcolt állapotban volt. Sajnos idő hiányában nem az volt az első, hogy szétbontottuk az egészet, illetve megnéztük, hogy a belső milyen állapotban van. Egy kozmetikai beavatkozást végeztünk el rajta, így tudnék fogalmazni. Lefestegettük, illetve ugye, hogy kívülről jól nézzen ki ez a motor. Azóta ez már ki lett szedve, szét lett szedve, de ekkor még csak ugye az volt nekünk most, hogy 3 nap alatt csináljunk egy olyat, hogyha megnézi az ember, akkor hát ne is az, hogy hasra essen, de lássa, hogy lett vele azért törődve. Úgyhogy kívülről kikozmetikáztuk, a motort beleraktuk. Sajnos itt még nem volt indítható állapotban, ugyanis a hűtőnek a csövezését azt nem tudtuk itt megoldani hirtelen, de azt majd a zsiguli építés 3. részében fogjátok látni. A belsőbe, ami még történt idáig, az, hogy készült bele egy egyedi hidrós kézifék, ugyanis a későbbiekben, a következő részben fogjátok látni, hogy a futóművet, a fékrendszert, ezt eléggé átalakítottuk. Úgyhogy ahhoz úgy gondoltuk, hogy egy hidrós kézifék is teljesen jó ugye ez a Ratchet stílhez. Úgyhogy azt raktuk. Ugye, aki ismer engem úgy személyesebben, azt tudja, hogy én rengeteget utazok. Szerencsére most volt társaságom egy utazás alkalmával, és így nem nekem kellett vezetni, úgyhogy egy ilyen Balaton nyéklát házatávon sikerült ezt a kocsiba megtervezni, illetve ugye magát a vágási, mert ez lézervágott és 3D nyomtatott alkat részekből áll, magát a terítéket le is adni. Úgyhogy ez, ahogy ez a kézifék elkészült, ez meghatározta, mármint ennek a kinézete nekem annyira tetszett, hogy az egész autónak a kiegészítőit, a belső kiegészítőit ezen túl ilyen stílusra lett faragva. Mármint, hogy ugye ez a több rétegű, lézervágott, 3D nyomtatott közdarabokkal, és ez egy, hogyha kész lesz minden, akkor egy tök jó egységet fog ez alkotni. Itt már elkezdtük tervezgetni, hogy a műszerfalnak hogy fog állni. Ugye teljes műszerfal nem lesz benne, hanem a műszeregység lesz valamilyen szinten befaragva, ami most már kész van, de aztról még nem szeretnék beszélni, mert ez meglepi. A kocsinak a hátuljában egyelőre semmi nem volt, úgyhogy így, ahogy van, kitoltuk Debrecen Drive-ra az autót, mint egy projektautó, úgyhogy itt még nagyon nem volt kész állapotban. De így nagyjából szerintem összefoglalva ennyi történt. Köszönöm mindenkinek, aki bármilyen szinten is részt vett ebben a projektben, mert ez nekünk egy nagyon nagy előrelépés volt, úgymond, hogy egy ilyen pajta lelet autót meg tudunk csinálni egy ilyen stílusban, hogy kívülről lepukkant, belülről pedig teljesen újraépítjük az egészet. Régi álmunk már, hogy csináljunk egy ilyen projektet, úgyhogy ez kezd úgy néz ki, hogy megvalósulni. Nagyon durva tervek vannak még vele, még most is, ahhoz képest, hogy ez egy évvel ezelőtti állapot, amit most elmeséltem. Azóta már azért készült egy-két dolog. A következő résznek megpróbáljuk nem elveszteni a teljes videóanyagát. Arra azért figyelünk, most már több helyen is biztonsági mentést tartunk róla, hogy tényleg meglegyen. Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Ha nem tetszett, akkor nyomjatok egy dislike-ot, rajtatok el. Van nekünk egy Facebook csoportunk, ami Behind the Scene néven hallgat, oda lépjetek be. Kövessetek minket Facebookon és Instagramon. Most, mint újdonság, elkezdtünk egy új Instagram oldalt csinálni, ami a... Ugye mi jelenleg most levegős futóműveket építünk mindenfajta autóba, ugye nem csak a saját projektjeink vannak, hanem ide-oda kell csinálni dolgokat, és ennek létrehoztunk egy Instagram oldalt, ez a Full Contacter, ez is itt lesz a leírásba. Instagramját ezt lehet nézni egyenlőre, itt lehet, tudtok nekünk kérni, kérdezni, bármi. Úgyhogy keressetek minket bizalommal. Van Patreonunk is, úgyhogy aki támogatni akar minket, akár az építéseinket, akár az, hogy a műhelyt tudjuk fejleszteni, vagy hogyha éppen beázzuk, meg tudjuk csinálni, akkor az ott tud minket támogatni, nekik nagyon szépen köszönjük, megpróbálunk Patreonra is
minél több exkluzív tartalmat készíteni, ezt így szokták mondani, ha jól tudom. Úgyhogy oda is próbáljuk a frissítéseket tolni világba. Aztán Debrecen Drive-on nagyon remélem, hogy találkozunk mindenkivel. Akár érdeklődőnek, akár kiállítónak, ők a lenti linken lesz a kontaktus autós találkozónak a regisztrációs linkje. Úgyhogy ott tudtok regisztrálni, aki kiállítónak jönne. Úgyhogy amúgy meg, ha sajnos elmaradna a kontaktus, akkor AMTS-en mindenképpen találkozunk. Úgyhogy sziasztok!